Szép jó estét kívánok, köszöntöm az esztendő első kulturális magazinja a Paletta nézőit, január 5-én, kedden, 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először kiemelten foglalkozunk az Elsimon László Kocsák Tibor Egerházi Attila által alkotott Fantom Fájdalom című táncszínházi darabbal, majd megismerkedünk Bobori Zoltán most megjelent Nehéz idők jönnek című verses kötetével. Tartsanak velünk! Decemberben a Magyar Televízió mutatta be a Fantom Fájdalom című kortárs táncszínházi darabot, amelyel Elsimon László, Kocsák Tibor, illetve Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója a Trianonra emlékeztek. Most egy Egerházi Attilával készült beszélgetés következik. Nos, kedves nézőink, hát bár még nem láthattuk, de azért beszámoltunk arról, hogy az M5 csatorna bemutatta a Székesfehérvári Balett Színház trianoni veszteségről készült balettjét, a Fantom Fájdalmat. Ilyen az, mondom én, amikor egy József Attila díjas író, költő, egy harangozó díjas táncművész és egy Erkel díjas zeneszerző találkozik. Vendégem pedig a harangozó Gyula díjas. Most már egy csomó más díjat hadd ne soroljam fel mindet, Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója. Szervusz! Szervusz, sok szeretettel köszöntöm kedves nézőket. Ez egy fantasztikus próbálkozás volt, ami már több, mint próbálkozás, hiszen maga a mű megszületése is egy csoda, mondom én, főleg egy ilyen időszakban. Erről beszélgettünk Elsimon Lászlóval, aki vendégként már elmondta, hogy milyen elvek mentén át neki a munkának, és hát, hogy barátok lévén, ti barátok vagytok, az első gondolata az volt, hogy ebből a szűzséből legyen egy csoda balett, és így is történt, kérem szépen. Beszéljünk arról az első pillanatról, amikor megkeresett téged ezzel a tervével. A megkeresés fordítva volt, de nem erre a tervre vonatkozott, hanem egyáltalán, mint művészembert kerestem meg, hiszen ő egy kiváló poéta, egy kiváló költő, több művét olvastam, és a költészetről hasonlóképpen gondolkozik, mint jó magam, csak más nyelven szólal meg, ugye az írás a szó nyelvén, én pedig ugye a mozdulat nyelvén, és megkértem őt, hogy egyszer majd írjon nekünk egy művet, amire én egy táncszínházi művet fogok tudni készíteni, és aztán így ezt eltettük erről, aztán nem beszéltünk sokáig, és apropóul kínálkozott a 100. évfordulója a Trianonnak, és akkor ő viszont megkeresett, azt mondta, hogy hát most itt az alkalom, csináljunk ebből egy táncszínházi művet. És ez egy különleges staféta volt, hiszen ez egy piramis rendszer alapján épült fel ez a mű. Ő megírta a szüzsét, megírta a librettót, amit kifejezetten táncszínházi műre írt. Ő ilyet még nem csinált, és ezért is gondolom elég izgalmas volt neki. Ez óriási kihívás, függetlenül attól, hogy költőként és íróként, illetve tehát számtalan olyan jegyzetet olvashattunk róla, amely mélységében is fontos a mindennapokban, a kultúráról szól, de azért ez egy nagy kihívás. Ez egy nagy kihívás volt mindannyiunk számára, és aztán csatlakozott, átvette a stafétát Kocsák Tibor, aki egy kiváló zeneszerző, nagyon sokoldalú zeneszerző, és aztán a stafétát én vittem be a célig, úgymond, és nagyon, nagyon nagy sikerrel, mondhatom, azt átszakítottuk a célvonalat, hiszen egy nagyon értékes, nagyon izgalmas műszületet, amit a Nemzeti Táncszínházzal koprodukcióba készítettünk el. A Nemzeti Táncszínház csodálatos színházában volt a tévéfelvétel, mint az M5 csatorna, amit mondottad, sugárzott, remélem fogják még sugározni. Hadd idézzelek, olyan drámát szeretnék létrehozni, ami megérinti az emberek szívét, hangozzék el bármilyen patetikusan is, megszólítva azt a generációt, akik nem is értik a Trianon történetet, mert eltávolodtak tőle, ők beleszülettek valamibe, egy kész állapotba, különösen itthon az anyagországba. És mielőtt ehhez hozzáfűznéd, amit gondolsz, most nézzünk meg egy részletet. Thank you.
Én láttam már az eredetét, tehát amikor az M5 bemutatta december elsején, és hát el kellett gondolkodnom, felnőtt fővel. Cél volt, ez cél bizony. Volt az elgondolkodtatás. Igen. Mindenféleképpen, de a szíven keresztül és nem az észen keresztül. Tehát igen. A költészetnek ez egyik alapvető feladata. Amit az előbb idéztél tőlem, ahhoz hozzátenni igazából nem tudok, ez így érvényes és így igaz, és ez volt a célunk mindhármunknak. Hiszen azt tudjuk, hogy ez a táncdráma egy nagyváradi és egy székesfehérvári fiú történetén keresztül mutatja be a nagy háború igazságtalanságát, következményeit, és ez egy fikció természetesen. Ugyanakkor azt hozzászokhattuk, hogy a Kortárs Táncszínház a te vezetéseddel felkészült arra, hogy bármilyen ilyen szituációt hitelesen mutasson be. De miként gondolkodtak erről a művészeid? Hiszen ez egy, nem egy hagyományos, egy teljesen általános történet, amivel találkoztunk. Igen, ilyen nem volt még a történelemben, hogy egy országot ilyen szinten megnyírváljanak, tehát ez egyedülálló azóta is, és erről hosszasan beszéltem a történelme ezen szeletének drámai eseményeiről a táncosoknak, és abszolút átérezték, hiszen ez egy emberi história. És nagyon figyelemfelkeltő, hogy ilyen ne történhessen meg a jövőben. És mivel művész emberek nagyon érzékenyek, és ezért ők ezt megértették, átérezték, de ami a lényeg volt számomra és számomra mindenféleképpen a színházteremtés. Hogy milyen nyelven, az már másodlagos kérdés, bár borzasztó fontos, hogy a tánc nyelvén, de én színházi embernek vallom magam, én alapvetően színházi rendező vagyok, aki tánccal, illetve mozdulatokkal fogalmaz, de nagyon nagy kihívás számomra, hiszen több darabomban azért beszélnek is a táncosok, tehát én egy komplex színházba gondolkozom, és gondolkoztam ez esetben is, és a szüzsé erre nagyon jó lehetőséget adott, és a zenemű is, amit Kocsák Tibor komponált, az is egy nagyon színházi zene, hiszen ő egy színházi zeneszerző, a Madách Színházban ugye, főzeneigazgató, és mindig is színészekkel dolgozott. Én is színészekkel dolgozom, hiszen a táncosok nálunk színművészek is egyben, úgyhogy ez egy ízig-vérig színházi produkció, ami a tánc nyelvén, a mozdulat nyelvén szólal meg, egy egyórás intenzív balett, kortárs táncszínházi mű, úgyhogy mindenkinek ajánlom, jó szépen. Hol voltak a kapcsolódási pontok? Voltak-e nehézségek? Mivel siker volt, már lehet a nehézségekről is beszélni. Azokról nem nagyon érdemes. A nehézségek azok jó leső nehézségek a mi esetünkben, hiszen a szülés, az alkotási folyamat adja az értelmét a mi életünknek. Az eredmény, amikor megszületik a gyerek, ugye képes beszéddel élve, az már tőlünk független életet él, és majd bizonyít, de számunkra az alkotási folyamat, az a lázas munka, amiben mi részt vettünk mind a hárman együtt, és az utolsó pillanatig közösen gondolkozva, többször meghívtam alkotótársaimat, együtt gondolkoztunk a darabról, én alakítottam a dramaturgiát, beszélgettünk sokat Lacival és Tibivel erről, amikor a zeneművet írta Tibi, én többször ott voltam nála, és elmondtam az én vízióimat, és ő ezt nagyszerűen tudta zenei formába önteni. Ez megható egyébként, amikor arról beszélünk, hogy a fájdalom testbeszédét zenében, szövegben, mert ez mondjuk szöveg nem kell. Miként fogadták a táncosaid? Hiszen megszokták, milyen darabokat készítünk. Ez egy új történet. Fontos, hogy tudják, hogy mit jelent Magyarországon a Trianon? Nagyon fontos. Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a csoport egy része nyilvánvaló, hogy ilyen értelemben nem kell, hogy foglalkozzék azzal, hogy itt az évforduló az fontos, hiszen itt élnek velünk ők is, a 100. évforduló. De hogy beleássák magukat Trianon történetre, az már kevéssé. Nézd, azt gondolom, ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondasz, hiszen ugye arról beszéltünk, és ebbe, amit idéztél tőlem, pont arról van szó, hogy ha szabad ezt mondani, nem sok különbség van a mai fiatal, magyar fiatal generáció és a külföldi fiatal generáció között, hiszen ők már egy kézbe születtek bele, ők a történelmet megértik, de nem érzik át azt a fájdalmat, és amin elődeink keresztül mentek. És a válaszom az, hogy azzal, hogy mi sokat beszélgettünk erről, és maga a darab,
a megértésre és az átérzésre lehetőséget ad. A táncművészek ugyanúgy, mint reményem szerint majd a magyar fiatal generáció is, a darabon keresztül még közelebb kerül Trianon drámájához, és azt gondolom, hogy miután elkészült a darab, most érzik át igazán, adott esetben a külföldi táncművészenk is, hogy miről van itt szó, és hogy ez hogy hat az egész emberiségre egy ilyen dráma, ami minket ért. Sikerült. És nézzük meg akkor az utóéletét, hiszen hamarosan megjelenik a Fantomfájdalom, illetve megjelent zenei anyaga, CD-n, pendrive-on, az előadás feltételével, fotókkal, műsorfüzettel. Mikor lesz az online nyílt napok? Ez jó kérdés, dolgozunk rajta. Én azt gondolom, hogy január első felében már online nyílt napokat fogunk tudni tartani. Beszereztünk eszközöket is hozzá, webkamerát, felkészültünk rá, úgyhogy ezzel el fogunk indulni, és nagyon-nagyon bizakodó vagyok benne, hogy a színházak is hamarosan egy-két hónapon belül megnyithatják kapuikat, és végre találkozhatunk a nézőkkel, és a nézők is találkozhatnak velünk. Én is ebben bízakodom. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és várjuk, hogy még egyszer láthassuk, és hát én bízom benne, hogy ez így is lesz. Köszönöm szépen, Attila. Én köszönöm. Nehéz idők jönnek címmel új verseskötettel jelentkezett Bobori Zoltán. A kötet megszületésének körülményeiről, illetve a versekről kérdeztük Bobori Zoltánt, a szerzőt. Uram, mit szeretnél mond? Azt, hogy a világ ne olyan legyen, amilyennek én látom. Miért hallgatsz, uram? Ez nem az én dolgom, fiam. Nehéz idők jönnek, Bobori Zoltán Kicsinyke verses kötete van a kezemben. A Kicsinyke természetesen olyan jelző szerkezet, ami egyáltalán nem azt jelenti, hogy a méret és a minőség az nem kapcsolódik egymáshoz. Vendégem tehát Bobori Zoltán, Józsika Miklós és Vajda János Díjas költő, a Vörösmarty Társaság elnöke, és Fejér megye, illetve Székesfehérvár díszpolgára. Szervusz, Zoli, örülök, hogy itt vagyunk. Köszönöm, kívánok. Köszönöm a meghívást. Egész életét az ember és család szeretetben megnyilvánul a bibliai alázatosság határozta meg. Ezt Lukács József barátunk írta és mondta az Arccal az égnek kötet előszavában, és ez nagyon-nagyon vonatkozik erre a Kicsiny kötetre is. Mindig új élet lesz a vérből, mondott te. Nos, hát ennek tükrében vizsgáljuk meg ezt a Kicsiny kötetet, 56 négy sorost. És a hajnali párbeszéddel kezdtem én. Nehéz idők jönnek. Honnét jött a gondolat? Hogyan lehet? Tudjuk, hogy nehéz idők vannak, nehéz idők jönnek talán, bár lehet, hogy túl leszünk rajta, mások úgy gondolják, hogy ehhez még nekünk sokat kell javulnunk, fejlődnünk, gondolkodnunk, tenni egymásért, és természetesen a jobb időkért. Te hogy látod? Ugyanúgy, mint nagyon sok esetben, amikor az ember verset ír, vagy kap egy biztatást, hogy írjon verset, egyik hajnalban erre a rettenetes időszakra ébredtem, és ezekre a rettenetes mindennapos élményeinkre ébredtem, és akkor eszembe jutott a Márainak ez a sora, és ez a gondolata, hogy mindig új élet lesz a vérből. És ugyanakkor eszembe jutott az is, hogy az ember fél a reggelektől, a hajnaloktól, hogy mire ébredünk, milyen keserű álmaink lesznek, de vannak olyan hajnalok is, amikor az ember megrázza magát, és azt mondja, hogy hát nem, inkább arra kell ébredni, hogy tegyünk
arra a meggyőződésre, hogy tennünk kell, és akkor jutott eszembe az, hogy nem karácsony üdvözlő lapokat írok a barátaimnak, családtagjaimnak, hanem összeállítok egy kis kötetet. Így született ez a gondolat. Az, hogy a négy sorosok kerültek bele, az megint azt hiszem, hogy a Jóisten szándéka volt, mert nem ezt terveztem, csak amikor eszembe jutott ez az első négy soros, akkor határoztam úgy, hogy ez a karácsonyi üdvözlő lap, mert még egyszer mondom, hogy annak terveztem, hogy akkor ez tartalmazza a négy sorosaimat. Halljuk ezt az elsőt azonnal. Tudnál-e anyám most szeretni, mint mikor új életet kezdtünk? Én mennyországból érkeztem, neked lehoztam ide a földre. Védtelen és bűntelen ember intult általad az úton. Most a vége fele vétkesként kereslek. Ilyennek szeretnél-e? Nem vitás, hogy igen, ugyanakkor ez egy teljes életút. Azt hiszem, úgy tetszik. Azt hiszem, hogy tényleg így ez van. Magadnak és nekünk is szól? Mindannyiunknak? Hát én azt hiszem, hogy az lenne a helyes, hogyha az ember nem csak érezné, hanem úgy is lenne, hogy magamnak és mindannyiunknak. Mert hát elindulunk egy úton, védtelenül és ártatlanul és bűn nélkül, és végigmegyünk az útokon, amelyik tudjuk, hogy tele van kátyúval és mindenféle bajjal, nehézséggel, bűnöket veszünk magunkra, hogy a Jóisten most ilyenkor szeretne minket, ez a nagy kérdés. Úgy kell élnünk, az az érzésem, hogy amikor majd mérlegre tesszük a saját életünket, akkor azért mondhassuk azt, hogy legalábbis azt, hogy remélem. Ez egy figyelemfelhívás mindannyiunk felé? Hát én remélem, hogy az, Lajos, tényleg, én nem, nyilván az ember nem gondol ilyen konkrét dologra, amikor egy verset, különösen egy ilyen rövidke kis verset, mint a négy soros megír, hanem azt hiszem, hogy ez a lényege a költészetnek. Folytatom én, jó? Valami nap, mint nap meghal bennünk. Fulladozunk és köpködünk, kivégzések játszódnak le, vérszívó, szemtelen csalódások. A fájdalom ollós állatai ülik torukat a lélektől odahagyott, sátán lakta testünkben, angyalaink nyomában dühött szél jár. Hát itt a koronavírus járvány okán, a pandémia kellős közepén, ha úgy tetszik, ez még inkább megerősítetik, hogy valóban ilyen életet élünk most. Igen, azt hiszem, hogy ez folytatása az előző négy sorosnak és mindannak, amit azzal kapcsolatban bontunk. Nagyon érdekes dolog, hogy amikor az ember ilyen spontán módon nekiáll mondjuk egy ilyen versőszállításnak, és verseit számba veszi, akkor nagyon érdekes dolog, hogy egyszer csak egy teljesen váratlan és spontán szerkezet jön létre. Én akkor döbbentem meg igazán, amikor elkészült ez a kis összeállítás, és azt éreztem, hogy itt valóban a lélek épülete készült el egymásra rakott kövekből. Nem gondoltam egyébként, hadd mondjam el, hogy nem gondoltam, még azt sem gondoltam, hogy ebből egyáltalán olyan könyv lesz, ami majd nyilvánosságra kerül, mert még egyszer mondom, hogy karácsonyi üdvözlő lapnak szántam, a családomnak, barátaimnak, elsősorban néhány az én lelkemben kiemelkedő szerepet betöltő költő, író barátaimnak, igazi olyan barátoknak, akikkel az ember ezt bátran és joggal mondja, hogy barátaim, mert azért tudjuk, hogy itt nagyon árnyalt ez a kép, amikor az ember azt mondja, hogy a barátaim. Ez egy folyamat nyilvánvaló. Nem egyik pillanatról a másikra lehet ér rá. Egy hasonló, más kontextusban mondta Salamon király, ugyebár Szulamitnak mondta, hogy úgy találtalak meg, mint a gyöngyhalász, aki számtalan kosarat teletölt üres kagylóval és silány értéktelen gyöngyel, míg végül a tenger fenekéről felhoztam azt az igaz nyönyöt, amely méltó a királyi koronára.
Hát én azt gondolom, hogy kicsit másként nyilvánvaló, hogy ezek a négy sorosok az esztendő zárásaként egy más gondolatsor végén, de méltóak ehhez a történethez. Mert ha bárhol nyitjuk ki, és kérlek, én most bárhol nyisd ki, az mind ilyen. Tehát ez a kérdés például, hogy hol vannak a színes üveggolyók, a snúrozás a parkban, hol a félelmek, izgalmak a cisztertemplom tornyában, a bérház pincéjének, padlásának titkai, misztériuma, hol az arcok, ölelések, készfogások eltűnnek mind velem. Szomorú, de mutat valamit a gondoskodó, tisztelettel viseltető, az élet iránt tisztelettel viseltető embert. Hát észd, velünk tulajdonképpen nagyon sok minden eltűnik. De az a boldog ember, aki azt mondhatja élete végén, de nem is, hanem talán a halála után mondják, hogy azért minden nem tűnt el az életemmel és a halálommal. Minden nem változott, nem tűnt el, és nem szűnt meg. És hát nagyon érdekes, most is tudod, hogy így beszélgetünk, és erre a kérdésedre pont ott nyitottam ki, amelyik a Pandora szelencéje történet és misztikum után fogalmazódik meg az emberben, hogy állt mozdulatlanul a leláncolt kapu előtt. Rácsok között nézte a gazverte szoború kertet, örökfényű emlékek rohanták meg, hangok, suttogások, bent a békében illatoztak, pompáztak a virágok. Tehát valami világ körbevesz minket, egy ilyen rozsdás kapukerítés mögött benézve az életünkre, vagy képletesen, természetesen. De bent azért jó, hogyha illatoznak a virágok, és igen, nyílnak. Te írod, hogy idejétmúlt fogadkozások porosodnak bennünk. Én azért vitatkoznék ezzel, hiszen te kimondod mindig. Bármennyire is idejétmúlt egy-egy fogadkozás, bármennyire is nem tetszik ez a 21. században, ha úgy tetszik, 2020-ban nem tetszett, és gyaníthatóan 2021-ben se fog tetszeni. De az téged kevés érdekel, hála Istennek teszem az. Lajos, én mindig törekedtem, akarva, akaratlanul mindig törekedtem arra, hogy én olyan helyzetben legyek, hogy kimondhassam azt, amit én igazságnak gondolok, vagy fontosnak érzek. Hát ismerjük azért egymást hosszú évtizedek óta, és én azt hiszem, hogy mindig sikerült is. Most ebben a világban, amelyikben élünk, és ebben a helyzetben, amelyikben élünk, én bennem ez annyira megerősödött, hogy ki kell mondani mindazt, ami bennünk van. Még vállalva esetleg annak a következményeit, akár haragot, akár kiközösítést, de most, ha szükség volt valaha nyárva egyenességre, szókimondásra, serfőzős Simon szavait te is ismered, akkor most aztán tényleg igazán szükség van arra. És itt nem elégedetlenségre vagy vádaskodásra gondol az ember elsősorban, hanem a jobbítás szándékával ki kell mondanunk. És én el is határoztam, hogy amikor szomorú dolgokat tapasztalunk magunk körül, csalódásokat, az életünk bizonyos eseményeiben, vagy akár eszmékben, akkor nem szabad hallgatnunk, akkor ki kell lépnünk. Ezek a kis négy sorosok tulajdonképpen ilyen szándékot, remélem, hogy ilyen szándékot tükröződnek, hogy nem csak azt, ami bennem van, nézd a költészet, ezt is ezerszer megbeszéltük még akár a versünnep zsűrizésekor is, hogy a költészet egy teljes kitárulkozás, amikor az ember kiteszi magát az asztalra, és egy teljes kitárulkozás. Ott nem lehet félrebeszélni, nem lehet eltitkolni, ez egy teljes kitárulkozás.
nem veszélytelen. Így van. Lalikám, köszönöm szépen. Ennyit röviden, és zárszóul egy rövid részlet a végéből, kedves nézőink. Új nap jön, félre a nyavajgással, és ez mindenkire vonatkozik. Hitet ahhoz, hogy a karácsonyfád ágain nem népek Krisztus, a Magyarország lóg majd a fákon, aminek a testét verte szitta sok ember szerte a világban és itthon, a százszor elárult hazában, hanem a betlehemi csillag fényével unokáid szemében. Akikkel összekapaszkodva, mosolyogva, vidáman körbeülelitek ezt a térképen különös alakú, sárgás-barnás színnel határolt, gyönyörű zöld földdarabot, és érezni fogod, hogy valaki keresztet rajzol a homlokodra. Sugd meg neki, tudod, mindig új élet lesz a vérből. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!